Kérlek, hogy vagyunk? Hogy vagyunk? Újabb kis vállalkozós videóval érkeztem hozzátok, ugyanis imádom ezeket készíteni, illetve én úgy érzem, hogy ti is szeretitek, úgyhogy kellemeset a hasznossal. 5 darab kis vállalkozást fogunk a mai videóban megnézni, és tesztelni az ő termékeiket. Mindegyikre nagyon-nagyon kíváncsi voltam, és szerintem nagyon szuperek, úgyhogy alig várom, hogy kibonthassam őket, de tényleg van itt olyan dolog, amire hát szerintem körülbelül már egy éve vágyom, csak még nem találtam itthon senkit, aki ezzel foglalkozik, na de most megvan. Az első csomagban egy olyan dolog van, amit még itthon sehol sem láttam, és baromira örülök annak, hogy ilyen létezik egyáltalán, és hogy nekem is van most már egy ilyen. Ez a csomag a Bellótól érkezett, és egy pillanatot azért szálljunk erre a bubifóliás borítékra, szóval oké. És akkor egy pár szó arról, hogy mivel foglalkozik ez a kis vállalkozás. Igazából egy darab termékük van, az pedig nem más, mint az önvédelmi kulcstartó. Igaz, hogy én már nem járok esténként bulikból sétálva haza, meg én sose jártam, mert mindig messzebb laktam, mint ahol buliztam. Szerintem minden lánynak, és ez sajnos így van, minden lánynak el kell egy ilyen. Egyébként elég sok minden megtalálható egy ilyen kulcstartón, úgyhogy nagyon hasznos tud lenni, nem mellesleg nagyon cuki is, szóval odafigyelnek a készítők arra is, hogy jól nézzen ki, és esztétikus legyen, és több összeállítás is van. Én amikor rendeltem tőlük, akkor, hogyha jól emlékszem, csak 2 fajta lehetőségem volt. Nyilvánvalóan rózsaszínt szerettem volna, de az pont nem volt, úgyhogy helyette azt hiszem pirosat rendeltem. Na, szóval alig várom, hogy megmutassam, úgyhogy nyissuk ki, és akkor megmutatom, hogy mik vannak rajta. Szóval... Úristen, that's okay! Oké... Okay. Jaj, minden hullik szana szét, de... Elnézést! Na, várjatok. Szóval kaptunk ajándékba egy matricát, illetve egy köszönőkártyát. Az egész egy nagyon-nagyon aranyos, ilyen szívecskés kulcstartóra van felfűzve. És akkor itt van ugye a kis fogunk. Van hozzá pompomunk. Itt ez egy kézfertőtlenítő tartó, amiben benne van már alapból a kis üvegcse, és akkor te meg tudod tölteni kézfertőtlenítővel, hogy mindig legyen nálad. Ez, hogyha jól tudom, labelló tartó, vagy valamilyen kis szájfénytartó, ide be lehet dugni, aztán itt veled van az úton, bármikor. És akkor az önvédelmi része a kulcstartónak, az egyik az egy kubaton, legalábbis remélem, hogy jól ejtem. Ezzel így rá tudsz szépen fogni magadnak, és akkor üveget lehet vele egyébként törni. Szóval ez arra használatos, hogyha nagyon nagy bajban vagy, akkor ezt használni kell. A következő az egy ilyen kis kulcs alakú bicska, ami ismételten csak hasznos lehet nagyon gáz szituációkba. Reméljük, hogy soha nem kell használni, de itt van, és ilyen tökéletesen vissza is pattan, szóval nem fog senkit megvágni. A következő az egy biztonsági övvágó, szóval ezt így le kell róla pattintani. Itt belül van egy elég éles penge, és ezzel el tudod vágni a biztonsági övet, hogyha szükséges. És akkor ehhez kaptuk az útmutatót, ez egy LED lámpa egyébként. Ez egy nagyon-nagyon hangos ilyen jelző, egyébként nem tudom, hogy megmutassam-e, meg fogom mutatni, jó? Az a lényeg, hogy ezt lehet ki- és behúzni. Mivel nagyon-nagyon hangosan sípol, ezért feltételezem, hogy ez arra való, hogyha valaki megpróbál téged megtámadni, akkor ezt, hogyha kihúzod, akkor ugye magatokra vonod a figyelmet. És hogyha van valaki körülöttetek az utcán, akkor ez egy nagyon jó menekülő út tud lenni. Ez úgy működik, hogyha ezt kihúzod, utána vissza is tudod dugni, szóval nem fog örök életedre csipogni, hogyha egyszer véletlenül kihúztad. De akkor nézzük meg, hogy mennyire hangos. Oké. Okay. De egyébként tök jó visszapattan, és akkor nincs is baj vele. Úgyhogy amúgy ez így nagyon jó. És hát nyilván erre még ugye érkezik a te kulcsod, illetve kulcsaid, amiket használsz. Nem tudom eléggé kihangsúlyozni, hogy én mennyire örülök annak, hogy van ilyen termék. Szerintem tényleg nagyon-nagyon sok ilyen támadást meg tudott volna előzni egy ilyen kulcstartó. Szerintem mindenképp szerezetek be egy ilyet, főleg akkor, hogyha esténként egyedül sétáltok hazafele. Eléggé rossz, hogy azt érezzük egyébként, hogy ilyenre szükségünk van, de hogyha már ilyen helyzetben vagyunk, akkor legalább van egy ilyen termék, amivel egy kicsit talán biztonságosabban érezzük magunkat. Egyébként, hogyha jól láttam, most volt készletfeltöltés, és szerintem jelenleg most nem csak pirosban elérhető ez a kis kulcstartó. Az Instagramjukon kint van a weboldaluk, és onnan fogtok tudni rendelni. És egyébként nekem nagyon-nagyon hamar meg is jött, úgyhogy szuper az egész. A következő csomag a Brillar Made by R
nevű kisvállalkozástól érkezett. Ők lakásdekorral foglalkoznak, leginkább ésszertartókkal egyébként, de vannak náluk szép nécses tartók és minden, egyfajta anyagból készül, aminek nem tudom a nevét. Olyasmi, mint a műgyanta, de nem az. És itt egyébként nem én választottam. Jaj, de cuki! Nézzétek, itt van a nevük. Írt nekem a Csajszi, és mondta, hogy ő akkor küld nekem néhány olyan dolgot, ami szerinte tetszene nekem. Termékeik Yesmonite AC100 anyagból készülnek, amik nem hő- és vízállóak, így sem mosogatógépbe, sem mikrohullámos sütőbe ne helyez. Abban az esetben, ha összekoszolnád, egy nedves rongy segítségével könnyen el tudod távolítani a koszt, illetve a gyertyaviasz is könnyen eltávolítható róla, így nyugodtan használhatod kedvenc gyertyáid alá is. Na, akkor szupi. És akkor ennek volt ilyen jó illata. Egy bébi bubi gyertyát kaptunk, és úristen, mennyi mindent kaptunk? Elnézést! Három dolog volt a csomagban, ebből kettő ilyen picike, és egy nagy. Kezdjük a legkisebbel. Úristen, ez nagyon aranyos! Szóval, egy ilyen kis tároló edényke, ami szívecskés. És itt van a hátulján a vállalkozásnak a neve, illetve ilyen kis csúszásgátló szerintem ez. Nagyon jól néz ki. Akkor el is teszem a bubi gyertyánkat, hát ez nagyon cuki. A következő az, oh my god, ugyanez, csak kocka alakban. És akkor az utolsó, ami ilyen tök nagy. Oh, úristen, de jó. Oh my god! Ez ilyen ombre, vagy nem is ombre, hanem ilyen kis buborékok lennének. És ez pedig szerintem a kis tesója, aki egyébként így jött, szóval szerintem így is lehet használni. Vagy amúgy az is lehet, hogy ez egy pohár alátét, nem? Szóval, hogyha ékszertartót kerestek, vagy ugye ebbe kulcsokat is lehet tenni, meg ez ilyen kis lakberendezési cucc. Nagyon-nagyon tetszik nekem, és szerintem gyönyörű munkát végez. Arról nem is beszélve, hogy ugye ezt mind ő csinálja egyedül, és ez csak az ő munkája, de a kedvencem az mindenképp ez kell, hogy legyen, szóval ez annyira jól néz ki. És hogyha nem is gyertya alá tettek, akkor ékszertartónak vagy kulcstartónak tökéletes, úgyhogy mindenképpen nézzetek rá az oldalára, szerintem nagyon-nagyon szép munkát készít, mindent ő csinál, úgyhogy megérdemli, hogy bekövessétek és rendeljetek tőle. Mint ahogy mindenki ebben a videóban, azt elfelejtettem mondani. A következő kisvállalkozó, akit be fogok most nektek mutatni, ő nem más, mint Lesti Handmade, aki ennyire cuki plüssöket horgol. Sőt, igazából nem is ez a fő profilja, nem ezek a cuki plüssök, hanem ezek a baba rágókák, illetve kiegészítők babáknak, amik mind fából és horgolt dolgokból készülnek, és szerintem gyönyörűek, és nagyon-nagyon cukik. Viszont nyilvánvalóan, mivel nekem nincsen babám, ezért megegyeztünk egy kulcstartóban, viszont mindenképpen szerettem volna nektek őt megmutatni, mert ennél aranyosabb rágókákat én még nem láttam. Az meg, hogy kézzel készül, az meg ugye nyilván egy, nem tudom, 100 000 plusz pont. Egy pondás kulcstartót kértem, mert hogy a Betty, hát már azért elég régóta, szerintem egy 4-5 éve, pandának hív engem. Na, amúgy ilyen cuki kis dobozban érkezik. Ezt nézzétek, milyen aranyos. Örülök, hogy termékem része lehet életetek egyik legszebb időszakának. Horgolmányaim egyedileg kézzel készültek bababarát alapanyagokból, amelyek 40 fokon moshatóak. A marok rágókákat felügyelet mellett ajánlott használni. Egy öltésnyi szeretettel, Lénárt Eszti. Mármint gondolom, hogy ez nyilván arról van, hogyha egy rágókát rendeltem volna, és mivel ez a fő profil, gondolom így készült a business card is. De cuki! Meghalok! Hát ez baromi édes! Megy is fel a kulcstartónkra, csak mondom. A videók forgatása alatt rájöttem, hogy én annyira szeretem ezeket a horgolt dolgokat, szerintem annyira cukik, és az, hogy ezt valaki tényleg kézzel csinálta, emiatt meg meghalok. Hogyha van köztetek olyan, a
akinek éppen van egy pici babája, vagy a családban valaki éppen szülni fog, akkor szerintem ez egy szuper ajándék. Nézzetek szét ezt ki oldalán, mert szerintem, hogyha lenne most valaki az életemben, aki várandós, akkor mindenképp ajándékoznék neki egy ilyet. Mármint nem ilyet, hanem egy ilyen kis rágókát. Mert biztos vagyok benne, hogy az anyuka is, és a baba is nagyon-nagyon örülne neki. A pandát azt én kértem, de viszont, hogyha végignéztek az Instáján, akkor körülbelül szerintem 100 000 fajta állatot csinált már, és bármit elkészít nektek konkrétan, amit elképzeltek, azt már ő megoldja. Ő ilyen varázsló, tudjátok. Köszönöm szépen Leszlinek a csomagot, és akkor menjünk tovább a következőre. Candle Wax! Az van, hogy én egyébként TikTokon találtam meg a Candle Wax-et, mert hogy nagyon aktívak TikTokon, és mivel én amúgy is szoktam lájkolgatni ilyen témában, ezért feldobta nekem az oldalukat. Imádom egyébként, mert a humoros oldaláról fogják meg a vállalkozást, és szerintem nagyon jól csinálják, amit csinálnak. Egyébként szerintem egy fiú csinálja ezt az egészet, de azért beszéljünk róluk úgy, mintha több számba lennének. Írtam nekik, hogy szeretnék rendelni, és kaptam is választ, és mondták nekem, hogy mivel látják, hogy nagyon sok kis vállalkozót támogatok, ezért szeretnének egy kis ajándékot is beletenni a csomagba, úgyhogy mondtam, hogy úristen, nagyon szépen köszönöm. Úgyhogy valami ajándék is lesz a kis csomagunkba. Egyébként olyan gyertyákat rendeltem, hogy csak előre mondom, hogy készüljetek fel. De ami a legszomorúbbá tesz ezen a földön, hogy nem akkor rendeltem, mikor kijött az új kollekciójuk, mert abban van tehenes gyertya, tehenes. Úristen. Nagyon durva illatok vannak itt. Köszönöm, kártya. Termékeinket kiváló minőségű alapanyagokból és nagy odafigyeléssel készítem el. Dorian. Na, Dorian, akkor végre tudom a nevét. Gyertyakezelési útmutatót is kapunk. Szóval az első, amit én rendeltem, az a kaktusz. És ahogy látom, a kaktuszunk megvált az egyik kis karjától, de nem baj amúgy, mert így is halálítszuk ki. Úristen, nagyon durva. Nagyon-nagyon jó illata van. És ott van benne a kis cuki kaktuszunk. Baromi aranyos szerintem. És gondolom, hogy a kaktusznak az a kis keze azért tört le, mert a szállításban dobálták a csomagot, mint ahogy mindig szokták. De szerintem nagyon-nagyon cuki ez a gyertya, és ez volt az egyik, amit én rendeltem. A másik, emiatt is nagyon izgatott voltam. Konkrétan, áj, de cuki! Úristen, kell menjek be. Hát ezeknek olyan illata van, hogy besírtok. És, ami még jobb ebbe a gyertyába, ezek áfonyák és szedrek. Csak mondom, mini szedrek. Isteni illata van, és ez, hogy ez a gyertya hogy néz ki, arról beszéljünk már egy kicsit. Mennyire jól néz már ki. Mit kaptunk ajándékba? Ez egy rendes full méretű gyertya, úgyhogy kíváncsi vagyok. Ez egy igazán barbis ajándék. Hát szerintem magukért beszélnek ezek a gyertyák. Jó, az illatuk nagyon-nagyon szépek, szóval valószínűleg nem fogom őket meggyújtani még egy ideig. És szerintem, amit Dorian csinál a social médián, az nagyon-nagyon szuper. Csak így tovább, én imádom. Nézzetek rájuk Instagramon és TikTokon is, nem fogjátok megbánni. Köszönöm szépen az ajándékot, illetve hát ezt az egész csomagot, és mi pedig menjünk tovább. Itt van a csomag, amire a legjobban vártam. És azt is elmondom, hogy miért. Amikor még vendéglátós voltam, akkor én nagyon-nagyon spórolós voltam. Egyébként most ez azért az utóbbi időben változott. De amikor vendéglátós voltam, nagyon-nagyon spóroltam, és mindenféle videókat néztem róla, hogy hogyan spóroljak többet, meg stb. A lényeg, hogy nagyon el voltam foglalva a pénzzel és annak a gyűjtésével. És akkor, közben egyébként nyitom ki, akkor találtam rá, hát magyarul nem igazán van erre jó név, de végül is valami ilyesmire van lefordítva, vagy költségvetés tervező, gyűjtős, notesz, tök mindegy. Szóval nincsen igazából neve, de a lényeg az, hogy nagyon sok ilyen videót láttam YouTube-on, sőt vannak ilyen csatornák, amik erre épülnek fel, hogy amikor készhez kapod a fizetésedet, akkor leülsz, és ezekbe a kis borítékokba elkezded bepakolni az adott hónapban arra szánt pénzt, vagyis azt a pénzt kezded el bepakolni ezekbe a borítékokba, amit alapból félretennél egyből. Szóval most csak mondok egy példát,
mondjuk 100 000 forintot kerestél ebben a hónapban, és 10 000 forintot mindenképpen el szeretnél belőle rakni megtakarításképpen, akkor azt csinálod, hogy leülsz, van 10 000 forintod, és mondjuk el akarsz tenni a benzinre, el akarsz tenni bevásárlásra, rezsire, szabadidős dolgokra, meg mondjuk mit tudom én, elteszel karácsonyra is, hogy minden hónapban, ha elteszel egy kis pénzt karácsonyra, akkor decemberben nem az lesz, hogy az egész fizetésedet a karácsonyi dolgokra költöd. Most csak mondtam valamit. És akkor leülsz, és megtervezed, hogy mit tudom én, csak a benzinre külön, hogyha már mit a hónap végén nincsen annyi pénzem, akkor mondjuk nem tudom, a benzinre elteszel 2000 forintot, csak ugye most nagyon kicsi összegeket mondok. A karácsonyra minden hónapban el fogok tenni mondjuk 5000-et akkor. Szóval, hogy értitek, mire gondolok. És erre van egy egész ilyen kis notesz, amiben minden fel van kategorizálva, és úgy tudod gyűjteni a pénzed egy ilyen rendszerben. Én ezt egyébként csináltam, csak saját borítékokat írtam, és ilyen papírborítékokat használtam, de ez egy sokkal jobb, összeszedettebb és rendezettebb formája ennek, úgyhogy nyilván ez azért így egyszerűbb egy fokkal, mint hogy mindenre te csinálsz borítékot. És ezek a noteszek is általában bővíthetőek. Ja, mert azt elfelejtettem mondani, hogy Aninotesztől kaptuk a következő csomagot, és Anitól szerintem lehet kérni külön borítékokat, szóval azokat hozzá tudod még adni a kis noteszedhez. Na, de megmutatom, jó? Mert mármint nyilván itt láttátok már, de azért megmutatom, hogy miért rendeltem én. Hát amikor meghallottam, hogy van rózsaszín, akkor gondolom nem lett meg senkit, hogy azt választottam. Szóval bármit lehet az elejére kérni. Köszönöm, hogy vásárosodol egy hazai kis vállalkozást támogatsz. De jó! Szóval, itt van. Bármit kérhetsz az elejére. Én egy dollárjelet kértem amúgy, mert semmi jobb nem jutott eszembe. És ahogy látom, ez ilyen 3D-s dollárjellet. Amúgy nagyon jól néz ki szerintem. Ahogy látom, kapunk ajándékba egy tollat, ami nálam most szintén rózsaszín. És akkor, hogyha kinyitjuk, akkor amúgy ide is lehet pénzt is tenni, meg gondolom kártyákat, meg bármi számlát, vagy akármit. És akkor itt van, én 5 borítékot kértem, de már most eszembe jutott, hogy hülye vagyok, és többet kellett volna. Itt vannak a borítékok. Én kértem egyet utazás címszóval, megtakarítás, ez csak úgy simán, amit félre akarok tenni, biztosítás, mert minden évben annyira fájdalmas kifizetni, és folyamatosan elfelejtem, hogy mikor van, szóval ilyen meglepetésként ér minden évben, tehát gondoltam, csinálok egy ilyet is. Van egy olyanunk, hogy költőpénz, ez olyan dolgokra akarom, szóval ez, ugye a megtakarítás az megtakarítás, a költőpénzt ezt olyanokra akarom, ami drága, nagyon fájna egy adott havi hónapból kivenni, vagy megvenni azzal, ezért itt lesz ez, ami gyűlik, és majd, hogyha egyszer olyanom van, hogy fú, akarok egy új kamerát, vagy egy monitort, vagy tök mindegy, akkor majd ebből szépen kiveszem, és nem fogom megérezni. Úgyhogy ez erre van. És az utolsó, az én esetemben indokolt. Igen, ez az autó. Ugye van egy a biztosításnak, az is ugye autóbiztosítás, de van egy sima az autóra, mert hogy én, gyerekek, a legszerencsétlenebb ember vagyok ezen a világon, hogyha autókról van szó. Most is jelenleg körülbelül egy hónapja van szervizben az autóm, szóval nagyon vicceske. Úgyhogy csináltam egyet külön az autóra, hogyha kellene, akkor ott van benne pénz. Amúgy szerintem nagyon-nagyon jól néz ki. Annyira szépen meg van csinálva, meg olyan, aj, nagyon bejön nekem. Meg hát az, hogy már évek óta akartam ilyet, tehát most ez imádom. És eddig soha nem találtam senkit, aki ezzel foglalkozik, de most megtaláltam Anit, és ti is zaklassátok ilyennel. Sőt, amúgy tényleg azt akartam is mondani, ugye nekem már volt ilyen pénzmegtakarítós videóm, de hogy remélem spóroltok. Spóroljatok. Mindenki spóroljon, amennyit tudtok, azt próbáljátok meg félretenni. Nyilván nem azt mondom, hogy ne éljetek, meg ne menjetek sehova, és inkább csak spóroljatok, csak azt mondom, hogy mi nem árt, jó? Mindannyiunknak nem árt egy kis spórolás, és ha már spóroltok, akkor mindenképpen vegyetek magatoknak ilyen füzetet. Ja, és azt akartam mondani, hogy a borítékokra azt írtok, amit csak szeretnétek. Ani egyébként küldött nekem is egy ilyen sémát, hogy azért nagyjából miket szoktak rendelni, és abból is választottam, de mondhattam volna azt is, hogy nem tudom, az egyik borítékra azt írja, hogy ló, és akkor az lett volna rajta. Szerintem ez csodálatos. Jó, oké, már egy több éve ezt akarom, de imádom már most.
kicsit nyugodj le, Magyar Barbara. Szóval, köszönjük szépen Aninak, és nézzétek meg az ő oldalát. Én mindenképpen rendelnék a ti helyetekben is. Szóval, hogyha más lennék, most újra rendelnék, sőt, még magamnak is gondolkodom egy másodikon. Ne kérdezzétek, hogy miért, mert az fölösleges. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, illetve a kisvállalkozóknak is köszönöm, hogy ilyen szuper dolgokat küldtek megint. A videó végén szokásos módon fent lesz mindegyik kisvállalkozásnak az Instagramja, nektek pedig köszönöm szépen a figyelmet, vásároljatok kisvállalkozóktól, és a következő videóban találkozunk.